Én nekem a Zagovi korszak nem volt rossz, nem rossz emlék, hanem egy olyan korszak, és olyan, mennyi is volt az három hónap, még több is valamivel, mint három hónap, mert öh. igen, öt hónap volt, mert már április közepéig, tehát az öt hónap volt, és akkor volt talán az egyetlen olyan korszak az életünknek, amikor Feri teljesen családi életet élt. És annak én nagyon örültem. És azt valahogy én úgy tudtam élvezni, mintha az ember érzi, hogy, hogy, ilyen többet nem lesz. Mindig mondtam is, hogy úgy élünk, mint a földbirtokosok a birtokon, és dajkáljuk a gyerekeinket, kimegyünk sétálni, hát kikocsizni ugyan nem lehet, bár ritkán néha-néha szerveztek nekünk egy-egy kirándulást is, de azért az a korszak az egy olyan derűs és békés korszak volt, mindazzal a félelemmel és akadalommal együtt, ami fölötte lebegett. És ilyenkor nekem mindig eszembe jut ilyesnek az a szép verse, hogy ditirambus a nőkhöz. Nem a kardok, és nem a harsonák, és nem a trombiták, hanem a keményített vászon, és a veregetett szita, nem tudom szó szerint idézni. Tehát a mindennapi teendők, ami az embernek, hogyha családanya az élet egy jobban kitölti, mint a férfiak játéka a nagy politika, mindig úgy érzem, hogy a férfiaknak azért a nagy politikával foglalkozni, mert nem tudnak teljes szívvel belemerülni abba, hogy a, a gyerek két hét óta egy centit nőtt, mondjuk. Szóval valahogy itt, itt van a szem a nagy különbség, pedig én nem is vagyok egy olyan tipikus háziasszony és családanya, hanem egy emancipált nő, és mégis, hát azért ott született a legkisebbik gyerekünk akkor. Nem volt vele egyáltalán könnyű az élet, mert ö, volt egy nagyon kedves doktornő, aki ugyan szót se tudott magyarul, de magyarnak vallotta magát. Az ax-doktornő, az nem volt román, nem volt német, nem volt. A magyar, az egy zsidó nő volt, aki vállalta a sorsközösséget a magyarsággal, mert német nem akart lenni, román meg még kevésbe akart lenni. Tehát magyar volt, de németül társadalunk egymással. És az ex doktornő azt mondta mindig, hogy Romániában még lepra is van, meg mindenféle ö, népbetegség, és ezért nem szabad idegen anya tejet adni. És erre fel ott volt egy gyerek, akinek nem, nem tudta velegendő tejet adni, és akit tápszerrel kellett etetni, és ha az ember rendesen keverte a tápszert, akkor kiütéseket kapott, meg sebeget, allergiás lett rá, ha meg nem keverte rendesen, akkor éhezett. Szóval ez a kínlódás, ez körülbelül két hónapig tartott, és, és ez volt a központi gondolat, hogy az a gyerek itt pusztuljon, szóval mindennél fontosabb volt. Tehát ebben a helyzetben azért olyan dolgok voltak, Amik sürgősebbek és fontosabbak voltak, mint az, hogy emlékezzünk, hogy mi történt. Ráadásul nem tudtuk, hogy itthon mi történik. Nyilvánvaló, ha tudjuk, hogy itt, mi van, és milyen megtorlás, akkor az teljesen lehűt és leforráz bennünket, és kétségbe egy, de nem tudtuk. Semmit nem tudtunk, noha, még a, a legelső hónapokban még a férfiakat el nem vitték, addig levelezhettünk az otthoniakkal. Na de hát az otthoni levelek nem voltak ijesztőek. Hát az itthoni levelekből az derült ki, hogy sikerült szerezni olyan környvizet, amilyet én szeretek, vagy olyan gyerektápszert, amilyet jónak látok. Szóval apám mindenről gondoskodott, meg borával mindig megtanácskozták, hogy mit küldenek nekünk, küldtek futárpostával a csomagokat. Szóval mi semmit a világról nem tudtunk. Persze azt is tudták ők is, hogy politikai dolgokat nem lehet meg Írni, meg akkor elkobozzák a levelet. Tehát nem kockáztatták, tehát szórakoztató dolgokat írtak a levelekbe. Úgyhogy nem tudtunk mi az ég egy világon semmiről. Ez szóval a fejünk fölött ott lebegett sötét szárnyaival a végzet, de, de, közben ez alatt a sötét felhő alatt mi úgy éltünk, hogy jó volt, hogy együtt vagyunk, és együtt vagyunk a gyerekeinkkel, és sétáltatjuk őket a tó körül, és Februárban már én is úsztam egyet a matyival, mert korán jött a tavasz, és meleg volt. Úgyhogy úgy éltünk, mintha szabadságon lennünk, és rabságban voltunk. Hát ez, ez volt a Snagovikország.